készülnek a térre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 201 település kap tüzelőanyag támogatást. Megdöbbentő számok. Magyarországon 6-700 ezeren szenvednek cukorbetegségben. Megújuló bankjegyek. A 20 ezres után a 2 és az 5000 forintos címletű bankjegyek is megváltoznak. Több mint 2000 önkormányzat nyert az országos tüzelőanyag pályázaton. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A belügyminisztérium összesen 3 milliárd forintot oszt ki az érintett települések között a napokban, hogy tűzifát vagy barna kőszenet vásároljanak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 201 település kap támogatást. A PAGY idén is nyert a szociális tűzifa pályázaton. A több mint 2300 fős településen az igényelt mennyiség felét nyerte el az önkormányzat. Itt összesen 4,6 millió forintot kapnak a tűzifa beszerzésére, amiből 257 köbméter tüzelőt vásárolnak. Ehhez az önkormányzatnak még plusz 1,5 millió forintos saját forrást kell biztosítani. Az országos programon kívül más segítségre is számíthatnak az itt élők. Ezen túlmenően nyilván vannak rendkívüli esetek, tehát ez a 4-5 más nagyságrend, amit tudunk adni egy családnak, ez nagyon minimális és kevés időre elegendő. Tehát azokban a krízis helyzetbe kerül családokat mindenféleképpen, ha szükséges, akár tűzifával vagy egyéb módon is segíteni fogjuk. Ezen túlmenően pedig látogatjuk az időseket közmunkások bevonásával, szociális jelleggel, téli tüzelőnek a bevitelével, különböző beszerzésekkel, tehát erre külön odafigyelünk, 30-40 időst évente mindenféleképpen előtérbe helyezünk. 127 szociális étkezés van a településen, ezt rendszeresen minden nap eljutatjuk. Ez már a szintén nyertes Baktalúránt háza. Az itt élők is pályázhatnak a tüzelőanyagra. A 3800 lakos körülbelül 1100 háztartása között 484 köbméter tűzifát osztanak majd ki. Erre összesen 9,2 millió forint támogatást kapnak, de az önkormányzat további fa mennyiséget is biztosít a rászorulóknak. Van önkormányzati erdőnk, van önkormányzati fasorunk, és a képviselőtestület által meghatározottak szerint az ebből gyérítéssel, tisztítással kikerülő fa mennyiséget szétosszuk a lakosság között. Ebben az évben ennek a mértékét még nem tudom, hiszen ez most van folyamatban. Ezen túlmenően pedig a kiemelten rászorulók részére, akik kérik, azon lakosok olyan segítséget ezek a lakosok olyan segítséget kapnak, hogy össze is kuglizzuk a tűzifát. Ez azért is nagy segítség, mert egy méteres farönköket osztanak ki a lakosság között. A településen élők már pályázhatnak egészen november 30-áig, várják a polgármesteri hivatalok a kérelmeket. Ezután körülbelül december közepén kezdődhet a tüzelőanyag kiosztása. Országos viszonylatban összesen 3 milliárd forintból 2289 település nyert idén a pályázaton. A támogatást úgy határoztuk meg, hogy egyfelől előzetesen tárgyaltunk az állami erdészetekkel, és a keményfa esetében egy 15 ezer forint plusz áfás ár az, amit tartani tudnak az erdészetek. Mi ehhez adunk támogatást. A szállításról a nyertes önkormányzatnak kell gondoskodnia. Egyébként nem csak tűzifára lehetett pályázni, vannak olyan önkormányzatok, akiknek a tűzifa beszerzése a nagy távolság miatt problémát okozott volna, közelebbről tudnak barna kőszenet vásárolni, ezek az önkormányzatok pedig tüzelő értékben azonos értékű barna kőszenet vásárolhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a barna kőszén vásárlás 37 települést érint, a többi 167 önkormányzat tűzifát vásárol a lakosság részére. November 14-én tartották a cukorbetegség világnapját. A népbetegségnek számító diabétesben a becslések szerint 415 millióan érintettek az egész világon. Magyarországon 6-700 ezeren szenvednek ebben a betegségben, amely a korai felismeréssel, helyes táplálkozással és életmóddal megelőzhető lenne, hangzott el a világnap alkalmából rendezett nyíregyházi rendezvényen.
A cukorbetegség okaira, következményeire és megelőzésére hívja fel a figyelmet ez az egyik videó megosztón látható kisfilm. A Nyíregyházi Kulturális Központban tartott Lássuk a Diabéteszt című világnapon elhangzott, a cukorbetegség két típusa a felnőttek mellett egyre több fiatalt is érint, így a betegség mára gyakorlatilag világméretűvé nőtte ki magát. A világon 415 millióra becsülik a betegek számát, ez borzasztó magas szám. Ha tendenciák így folytatódnak, akkor 2040-re 620 millió körüli beteggel lehet számolni. Magyarországon 6-700 ezer ismert cukorbeteg van, de általában azt mondják világszerte, hogy egy ismert cukorbetegre akár eshet egy másik is, tehát sokan élnek úgy, hogy már valójában cukorbetegek, de nem tudnak róla. A cukorbetegséget megelőző állapotokkal együtt, amikor még nem mondhatjuk ki a cukorbetegség diagnózisát, de már kóros az ércukorszint, hát kb. 1 millió embert érint ez a probléma. Arról, hogy a megyében mennyien szenvednek ebben a betegségben, nincsen pontos adat, számuk körülbelül 30-40 ezerre tehető, de az orvosok csak a betegek töredékével találkoznak a gyógyintézményekben. Ez egy népbetegségé vált, egy világjárványról, pandémiáról beszélnek. Alapvetően az életmód megváltozása viszonylag rövid időn belül, pár emberről tön belül, a kevés mozgás, a zöldségek, gyümölcsök háttérbe szorulása, a felesleges, nem hasznosulandó élelmiszerek előtérbe kerülnek, cukrozott üdítők, és így tovább, amiről valójában talán tudjuk, hogy nem egészséges, de mégis gyakran fogyasztjuk. Tehát az életmód, a kevés mozgás, rossz táplálkozás, a legtöbb cukorbetegség mögött ez áll, de hát a közvetlen környezet és hát a öröklődés is fontos lehet. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete által szervezett eseményen ingyenes vércukorszint és vérnyomásméréssel, valamint ismeretterjesztő előadásokkal is várták az érdeklődőket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a cukorbetegség időben felismerve a szövődmények elkerülhetők legyenek. Most ezt szeretném megméretni, a cukor állapotomat. Az eseményen adománygyűjtést is rendezett az Egyesület, az ebből befolyt pénzösszegeket a cukorbetegség kiszűrésére és a betegek oktatására fordítja majd a szervezet. Év végéig lehet fizetni a régi 20 000-esekkel, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Nemzeti Bank készpénzlogisztikai igazgatóság vezetője. Pataki Tibor kiemelte, a forgalomban lévő 20 000-esek 75%-a már megújult, a korábbi bankjegyeket a hitelintézetek és a posták még 3 évig térítésmentesen becserélik. Mint ismert, további papírpénzek újulnak meg, a 2 és az 5000 forintos címletű bankjegyek hamarosan megváltoznak. 2014. decemberében jelent meg az új 10 000-es, tavaly decemberben pedig a megújult 20 000-es. A forgalomban lévő összes 20 000 forintosnak immár a 75%-a az az új bankjegyekből áll össze. December 31-éig lehet fizetni a régi, az eddig használt 20 000 forintosokkal, azonban ez a dátum ez nem jelenti ezeknek a bankjegyeknek az elértéktelenedését, mert ezt követően még 3 évig a hitelintézetek és a posták térítésmentesen cserélik be azonos címletű bankjegyekre a régi 20 000 forintosokat. A Nemzeti Bank pedig 20 évig, tehát egészen 2036. december végéig. A Magyar Nemzeti Bank folytatja a korszerűbb bankjegyek kibocsátását, hiszen megújulnak a 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek. Az örökzöld indoka az ilyen fajta fejlesztéseknek az a hamisítás elleni védelem. Az összes címletet, hogyha figyelembe vesszük, a 10 000-estől, a 20 000 forintostól egészen majd a legutolsó 500 forintosig. A többlet költsége ennek a cserének az kb. 3-4 milliárd forint, ami abból adódik, hogy nem csak a forgalomban intenzíven résztvevő bankjegyeket kell ilyenkor lecserélni, hanem a jegybanki készleteket is. Ez jelenti a többletköltséget, hiszen a normál hétköznapokban elkopó, illetve a forgalom bővülés miatt pótlásra szoruló bankjegyeket, azokat egyébként is a jegybank legyártaná, akár van bankjegycsere, akár nincsen bankjegycsere. A bankjegyek megújulása vagy éppen elkopása is gondot okoz néha a kereskedelemben.
Itt ugye lekopott a fémszál, és akkor azt hiszik, hogy már ez régi, és nincs forgalomba, vagy átverték esetleg, hogy rosszat kaptak, de én beszoktam cserélni általában, hogyha valaki mondja, mondom, add ide nyugodtan, mert annak semmi baja nincsen. A hamarosan megújuló 2 és 5 ezresekről egyre többen hallanak. Én ma reggel hallottam a rádióban ezt a hírt, hát biztos szükség van rá, szakemberek tudják, de előbb-utóbb mindegyik bank egy elhasználódik, meg eléggé rongy szokott lenni, úgyhogy szerintem szükségszerű ezeknek a cseréje. A megújított 2 és 5 ezresekkel 2017 márciusától találkozhatunk. A jelenlegi bankjegyek a megújult változatokkal együtt párhuzamosan jövő év július végéig maradnak a készpénzforgalomban. Forgalomkorlátozást vezettek be a 36-os számú főút Nyíregyházáról kivezető szakaszán, a Tiszavasvári úti felüljárón a gyalogos forgalmat védő korlát cseréje miatt. A gyalogos és kerékpár forgalmat átirányították a bal oldalra. A több napig tartó felújítás a járműforgalmat is érinti, mivel sebességkorlátozást vezettek be a felújítás idejére. A Szovjetunióba hurcoltakról tartottak előadást a megyeházán, a részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elvette a Szeged veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen Farkasinszky Gyuláni együttese 77-63-ra verte a tiszapartiakat. Több mint 100 diák ismerkedhetett meg 3 sportággal a Sport legyen a tied kisvárdai rendezvényén. A programsorozat célja az, hogy a fiatalok kipróbálhassák a lakóhelyükön űzött sportágakat, és ha kedvet kapnak valamelyikhez, növeljék az utánpótlás bázisát. Kevés a fennmaradt forrásanyag, így nehezebb megismertetni a diákokkal az 1944-45-ben a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok történetét, hangzott el az Esélyt az ifjúságnak alapítvány nyíregyházi konferenciáján. A rendezvényen Munkatáborok világa, befagyasztott emlékezet címmel szakmai előadást tartottak történelemtanárok és diákok részére. A kommunista diktatúra és a gulág rendszerének tanításáról hallhattak előadásokat az érdeklődők. A Munkatáborok világát ismerhették meg 3 előadáson keresztül az érdeklődők hétfő délután a megyeházán. A 20. század egyik elhallgatott része a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok története, amelyet a rendszerváltásig az orosz-magyar kapcsolatok miatt nem kutattak. A szakemberek munkáját napjainkban leginkább a forráshiány nehezíti, amikor a történelem ezt az időszakát próbálnák jobban megismerni. Ez egy forrásokban is elhallgatott történelem. Nagyon kevés forrása van az elhurcolásnak, hiszen nem is születhettek abban az időben írott források, amik születtek és időközben megsemmisültek, illetve egy részük nem nálunk van, hanem a belügyminisztériumhoz került. A belügyminisztérium irattárát pedig 1956-ban bombatámadás érte a várban, tehát az is megsemmisült, és egy másik forrástípus érdekes még számunkra, ez az Oroszországban lévő lista, amit már megkapott a hadügyminisztérium levéltára, és most dolgoznak a több százezer névnek a feloldásán. A hadifoglyok neveit tartalmazó listát egy helytörténeti kutatás segítségével szeretné majd kibővíteni a megyei levéltár. Ennek felkutatása és javítása azért is lenne fontos feladat, mert sokszor hallomás után jegyezték fel a neveket, valószínűleg sok esetben hibásan. Kujbusné Mecsei Éva hozzátette, a diákoknak fontos lenne, hogy az írott és tárgyi emlékeket megismerjék a levéltárakban és múzeumokban, ugyanis ezek őrzik közös történelmünket. Ezekben az intézményekben akár családi szálakat is megtalálhatnak a diákok, amelyek így a nemzettudat erősítését segíthetik. Az Esélyt az ifjúságnak alapítvány konferenciáján több mint 20 tanár is részt vett. Ők a történelemoktatást segítő új módszerekről is hallhattak. Segítségű hiba akár a modern technikát, tehát nem csak a tankönyvek, nem csak a kézikönyvek, szép irodalmi, szakirodalmi jellegű művek, hanem akár audiovizuális jellegű alkotások, akár tévéfilmek, dokumentumfilmek, illetve hát akár az interaktív tábla segítségével megismerni térképen keresztül azokat a helyeket, azokat a helyszíneket, ahol ezek a táborok működtek, akár a Szovjetunióban, akár a Magyar Népköztársaságban az 50-es években.
Ezek összeállítását a Nemzeti Alaptanterv segíti, fontos azonban, hogy a közép- és felsőfokú oktatásban különböző szinteken kell a munkatáborokhoz köthető eseményeket bemutatni a diákoknak. Elsőrendűen azokra a fogalmakra, illetve összefüggésekre összpontosítok, amelyek a tankönyvekben nincsenek is benne. Hát például a kollektív bűnösség elve, vagy a birodalmi elv, ami a területszerzésben nyilvánult meg elsőrendűen a Szovjetunió részéről, illetve ami ismerősebb, lehet a Málenki robot kifejezés, ennek a mögöttes tartalmát próbálom bemutatni. A diákok tematikus órákon is részt vehetnek a megyei levéltárban, de a Málenki robot nyíregyházi kötődéséről is olvashatnak. Fazekas Árpád és I.S. Gábor történészek két könyvet is kiadtak az elhurcolásról, amelyeket a levéltárban is megtekinthetnek az érdeklődők, mondta az intézmény vezetője. Elvette a Szeged veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen Farkasinszky Gyuláni együttese 77-63-ra verte a tiszapartiakat. Az NKS szombaton a még 100%-os Vasas Akadémia otthonában lép pályára. A hibátlan mérleggel érkező Szeged az elmúlt években sokszor megnehezítette a nyíregyháziak játékát, így a hazaiak dupla motivációval léptek ellenük pályára. Az első negyedet 8 ponttal az NKS nyerte, a második 10 perc azonban 14 ponttal a vendégeké lett. A nagy szünet után ismét a házigazda ragadta magához a kezdeményezést, de a Szeged nem akart leszakadni, 60-57-nél még teljesen nyílt volt a mérkőzés. A hajrában aztán ellenállhatatlan volt Farkasinszky Gyuláni együttese, amely végül 14 pontos győzelemmel zárta a találkozót. Az elején vezettünk, minden úgy néz ki, hogy tökéletes, aztán beállt az ellenfél egy 2-3 a zónába, és mint akik életükben nem látta a kosárlabdát, elkezdtünk ott össze-vissza passzolgatni, ugye nem igazán feküdt nekünk azt, hogy az alapvonal alatt rögtön becsapdázták, a 45-ből betörőre szintén rácsapdáztak, de innentől kezdve, hogy ezt kellett hozzá legalább egy negyed, mire ráéreztünk, hogy ezt hogy kell megoldani. Ennek következően az első félidőben, hogy vezetett is az ellenfél, nem titkolom, tehát egy icike-picike fejmosás azért történt a lányoknál. Második félidőre sokkal határozottabban, sokkal keményebben mentünk ki, és talán azt mondom, hogy pontosabban is kezdtünk el dobni, ugye a dobott pontok alapján is látszik. A vendégek edzője szerint a mérkőzés alakulásában kulcsfontosságú volt az, hogy nem tudták tartani a korábban az NB1-ben Szegeden is szereplő, végül 28 pontot szerző és 41-es értékindexet elérő Farkasinszky orsolyát. Én azt gondolom, nekik van egy olyan stabil emberük, akit külön figyelemmel kell kísérnünk minden alkalommal, ugye az orsiról van szó. Ez nagyon sok energiát kivesz ugye eleve a taktikából, és fejben egyáltalán nem volt itt a csapatom. Őszintén megmondva, mélységes családás volt, kimondottan 2-3 tehetségnek kikiáltott játékosomnak a teljesítménye. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén a Vasas Akadémia áll 4 mérkőzésen szerzett 4 győzelemmel. Második a nyíregyházi kosársuli 6-1-es mutatóval. Az NKS szombaton a Vasas otthonában lép pályára. Több mint 100 diák ismerkedhetett meg 3 sportággal a Sport legyen a tied kisvárdai rendezvényén. A Magyar Diák Sport Szövetség által elindított programsorozat célja az, hogy a fiatalok kipróbálhassák a lakóhelyükön űzött sportágakat, és ha kedvet kapnak valamelyikhez, növeljék az utánpótlás bázisát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának támogatásával tavaly indított el a Magyar Diáksport Szövetség a Sport legyen a tied elnevezésű rendezvénysorozatot. Ez évben 500 millió forintos támogatási keretből 13 sportági szakszövetség több mint 1100 intézménybe juttat el sportszereket. A megyében Csenger és Nyírbátor után harmadikként Kisvárdán a református óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégiumban tartottak bemutatót a diákoknak. Ide Kisvárdára kézilabda eszközcsomag érkezett, reméljük, hogy jó helyre került. Én úgy tudom, hogy itt erős a kézilabda, a gyerekek fogják tudni alkalmazni, akár testnevelés órán, akár a délutáni foglalkozások során. Ami még a programot illeti, ugye 3 nagy részre kell bontani, voltak azok a nagy megyei események. Nyíregyházán szeptember elején került megrendezésre a Continental Arénában, ahol 15-16 sportág mutatkozott be, és 800 ezer gyerek vett részt ezen a rendezvényen. Második pillért jelentik azok az iskolai események, ahol most is vagyunk, és ahogy említettem, a nagyértékű sportág eszközcsomagok kihelyezése jelenti a harmadik pillért.
Kisvárdán a kézilabda mellett az asztali tenisszel és a karatéval ismerkedtettek meg a fiatalok. Az intézmény igazgatónője elmondta, hogy a mentális nevelés mellett nagy gondot fordítanak a gyerekek fizikai állapotának javítására is. A kötelező ötös nevelés óra keretén belül megpróbálunk mindenféle változatos sporttevékenységet felmutatni. Ez azt jelenti, hogy a futballtól, a kézilabdától, a röplabdától egészen az úszásig mindenféle sportág megtalálható, illetve rendkívüli módon testnevelés órák keretében néptáncot is oktatunk a diákjainknak, ami azt gondolom, hogy változatossá is színessé teszi ezeket a lehetőségeket, illetve minden tanuló megtalálhatja a maga testalkatához és fizikumához illő sportágat. A sport legyen a tiéd ez évben a megyében még Ófehértón és Nagyhalászban is igyekszik majd kedvet csinálni a gyerekeknek a versenyszerű sportoláshoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Több mint 2000 önkormányzat nyerte az országos tüzelőanyag pályázaton. A belügyminisztérium összesen 3 milliárd forintot oszt ki az érintett települések között a napokban, hogy tűzifát vagy barna kőszenet vásároljanak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 201 település kap támogatást. Hazánkban 6-700 ezeren szenvednek cukorbetegségben. A betegség a korai felismeréssel, helyes táplálkozással és életmóddal megelőzhető lenne, hangzott el a Világnap alkalmából rendezett nyíregyházi rendezvényen. Év végéig lehet fizetni a régi 20 000-esekkel. A forgalomban lévő 20 000-esek 75%-a már megújult. A korábbi bankjegyeket a hitelintézetek és a posták még 3 évig térítésmentesen becserélik. Mint ismert, további papírpénzek újulnak meg, a 2 és az 5000 forintos címletű bankjegyek pár hónap múlva megváltoznak. A Kölcsey Televízió híradóját látták november 15-én kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk gyenge havazással. Melegfront éri el térségünket, ami holnap még nem érezteti hatását, de mögötte a hét második felében több fokkal enyhébb légtömegek érkeznek fölénk. Éjjel megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet, hajnaltól gyenge havazás várható. A délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, a nap nagy részében gyenge havazás, majd estétől nyugat felől egyre inkább havas eső, ónos eső valószínű. A déli szél gyenge és mérsékelt marad. Délután 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még sok lesz a felhő, csak délután várható a felhőzet csökkenése. Pénteken több órára kisüt a nap, majd estétől ismét több felhő érkezik, és a hétvégén már esős időre van kilátás. Az élénk déli széllel több fokkal melegebb levegő érkezik fölénk. A szél mérséklődése után a jövő hét elején tartós ködre is számítani lehet.